idegen rakamaznál szinte fékezés nélkül rohant bele az álló kocsisorba. Az autók egy korábbi baleset miatt vesztegeltek az úton, négyen sérültek meg. És nem ez volt az egyetlen súlyos baleset, több is történt ma országszerte. A híradónk által megkérdezett orvos szerint a melegfront mindenkit megvisel, így az autósokat is. És még nincs vége, holnap és a hétvégén újabb frontok várhatók. Tömegbaleset rakamaznál, összetört autóroncsok mindenfelé a 38-as úton. Egy lengyel kamion tarolt le több autót is. Csoda, hogy senki sem halt meg a balesetben, négyen sérültek meg. Az autók egy korábbi karambol miatt vesztegeltek az úton, a baleset így történt. A várakozó kocsikba rohant bele szinte fékezés nélkül a tejet szállító kamion. A saját sávjában három autót tört össze, és egy szemből érkező negyedikkel is ütközött. Ez még mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de már egy másik baleset helyszíne. Tűzoltók vágnak szét egy autót, két kocsi ütközött frontálisan. Három ember csak a tűzoltók tudtak kiszabadítani a roncsokból, itt is négyen sérültek meg. De mind a négyen súlyos sérültek voltak, egyikőjük potenciálisan életveszélyes sérüléseket szenvedett. Traumás csipőficammal volt nagyon komoly nyaksérülése, érsérülése, arckoknyasérülése, mind a négy sérültet ellátásuk után a traumatológiai osztályra szállították. És nem csak ezek a balesetek történtek napközben. Kis buszt kerülgetnek az autók reggel a 31-esen Pest megyében. Teherautóval ütközött. Az M0-ás forgalma kamionok balesete miatt állt meg napközben. Csak nem fél tucat baleset rövid idő alatt. Nem elég, hogy reggel sok helyen csúsztak az utak és köd is volt, az időjárási frontok is megviselhették az autósokat. Kevésbé tudunk reagálni, lassul a reakcióidő, ez az egyik legnagyobb probléma. Másrészt pedig az, hogy a közlekedési viszonyok is olyanok most, tehát a út viszonyok is olyanok, hogy bizony fokozhatják a baleseteknek a rizikóját. Tehát egyszerűen az, hogy nem tudjuk úgy lereagálni a körzetben kialakuló hirtelen változásokat. Nem elég, hogy a frontok megviselték a közlekedőket, csak nem 15 fokos különbség volt az ország különböző részei között. Ez szintén megzavarhatja az autósokat. A melegfronti hatás volt, magasban melegebb levegő érkezett, az ország legmelegebb részein 13-14 fok közelében alakult a csúcshőmérséklet, viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén, ahol tartósabban megmaradt a köld, ott napközben is csak 1-2 fok volt. És a következő napokban sem lesz jobb a helyzet. Az előrejelzés szerint holnap megint melegfront, a hétvégén hidegfront érkezik esővel, havas esővel.